Milyen főfényt érdemes használnod egy kis térben, mint például ez is? A válasz egyáltalán nem az egyértelmű választás lehet. Mindent el fogok neked mondani, megosztok néhány tippet, trükköt, úgyhogy mindenféleképpen nézd végig ezt a videót. Az összes videóm, amit itt látsz, hogyha már jártál a csatornámon, ebben a kis szobában veszem fel, és szeretnék egy ilyen multifunkciós teret megtartani, amiben tudok dolgozni is, de videókat is felvenni, és pont ezért nagyon fontos, hogy legyen egy fix helyen, egy fix pozícióban, permanensen egy fényem, ami nem zavar akkor, ha dolgozom, ha felszeretném mondjuk emelni az asztalomat, nem nincs akadályba, és mégis, hogyha videózni szeretnék, akkor egyből el tudom kezdeni használni a dolgokat. Ma pontosan azt fogjuk átbeszélni, hogy milyen prók, kontrák vannak egy COB, ilyen nagyobb fény, vagy egy LED panel kapcsán. De először jöjjön az intro. A két fény, amiről ma szó lesz, és amire fókuszálunk, az a Nice Photo-nak a 3300B és a TC768 2-es verzió RGB fény. Az első egy 300 wattos, a második a panel az egy 150 wattos RGB fény. Disclaimerként el kell, hogy mondjam, hogy a Nice Photo elküldte nekem ezt a két fényt és a softboxát, de mindaz, amit elmondok erről, az az én saját tapasztalatom, nincs beleszólásuk, ugyanakkor láthatják a videót, mint ti. No, kezdjük a panellal. Egy LED panel nyilván azért jó, mert kisebb, lehet egy egyszerűbb ernyőt venni hozzá, és ezzel már egy tök jó kis fényt kapunk, és hogyha például egy RGB panel, mint a 768-2 veszünk, akkor ugye még sokféleképpen is lehet használni mondjuk hangulatfénynek, vagy egy accent lightnak, hogyha forgatunk egy B-rollt, és persze főfénynek is nagyon jól tudjuk használni, de ugyanakkor, hogyha számodra fontos az, hogy nagyon sima, egyenletes főfényed legyen, ne legyenek erős árnyékok, akkor lehet, hogy egy ilyen COB fényt érdemes nézni, mint az Aperture-nek a 120D, vagy a Nice Photo-nak a 3300, ami amúgy hasonló árban van, és épp ezért érdemes átgondolni, hogy mondjuk a Nice Photo-t választjuk, ami egy kétszer akkora a 120 watt helyett 300 wattos teljesítményt tud. Szóval igazából a kérdés az az, hogy a te szobádba vagy stúdiódba mi fér bele? Lehet, hogy csak egy panel, de az is elképzelhető, hogy egy nagyobb COB fényt is lehet használni, bár itt ugye nem csak a fényről van szó, hanem az is egy kérdés, hogyha a COB-vel mész, akkor milyen softboxot raksz rá, mert például az én szobám egy nagyjából olyan 15 négyzetméteres, és hogyha egy ilyen sima softboxot használok, ami nagyobb, mint 80 cm átmérőjű, akkor már blokkolja a felvételnek ebből a szögből egy részét, vagy ha mondjuk az asztalomat fel szeretném emelni, akkor már útban van. A másik dolog, amit meg igazából te neked saját magadnak kell feltenned, mint kérdés, hogy mire szeretnéd használni a fényt, és mennyire fontos számodra az adott fénynek a minősége, pontossága. Hiszen szinte már mindegyik fény, úgy ezek a Nice Photo-soknak is a CRI, a TLCI, az 95 felett van. A kérdés az az, hogy egy COB egy nagy softboxal mekkora különbséget ad. És spoilerezem, mert szerintem óriási különbség, és így érdemes használni, de ez egy teljesen szubjektív kérdés, a te saját ízléseden múlik. A tapasztalataim szerint nem is az a kérdés, mint ami a videónak a címe, hogy panel vagy COB, hanem hogy miként képzeled el az eszközparkod, a fényeidnek az építését hosszú távon, és hogyan tudod magadat bebiztosítani a jövőre nézve, ugye. És ez visz a videómnak a fő pontjára, a fő üzenetére, hogy semmelyik fénnyel sem jársz rosszul, mert mind a kettőnek megvan a saját szerepe az adott körében, ahogy mondjuk majd egyre több
eszköz áll rendelkezésedre. Na, de elég a beszédből, nézzük meg, hasonlítsuk össze a kettő fényt. Ugye most azt láthatjuk, hogy milyen, hogyha fő fényként használjuk őket. Te mit gondolsz, melyik a jobb? Lehet, hogy maga az árnyékoknak a szöge az egy picikét más, úgyhogy hasonlítsuk össze egymás mellett a két képet, és hogy milyen magának a fénynek a minősége. Melyik tetszik neked jobban? Kérlek, írd meg kommentbe. A kérdés az az, hogy van-e egy akkora erős javulás egy softbox COB tekintetében? Lehet, hogy neked nem. Én igazából a saját véleményem szerint úgy látom, hogy igen, látszik, de azt tudjuk, hogy sosem csak a fényről van szó, hanem az, hogy milyen kiegészítőkkel használjuk, és ezek is mekkora teret vesznek igénybe, hiszen egy nagy softboxal még több probléma vetődik fel. Konkrétan az, hogy nem fogja megtartani egy kis gagyi állvány, hanem mondjuk egy C-stand, egy komolyabb állvány, egy erős állványra van szükség, míg egy LED panel sokkal könnyebb, és egy könnyű ernyővel, egy könnyű állvánnyal sokkal olcsóbban ki lehet vele jönni, nem kell egy olyan erős setup, egy olyan drága, nehéz setup. Ahogy lemértem ezeket a dolgokat, hogyha a panelt választjuk, akkor nagyjából egy olyan 60-70 centi térre van szükségünk, még hogyha egy 80 centi softbox és a COB light, akkor nagyjából 80-90 centiméterre van szükségünk, és lehet, hogy ezt nem is neked kell eldönteni, mert igazából a te szobád, stúdiód adottsága el fogja tudni dönteni azt, hogy igazából mit tudsz használni. Valamint fontos elmondani, hogy ez ugye egy adott szakasz, fázis, és tartsd észben, hogy ez az egész egy út, és bármikor változtathatsz, veszel majd mást, úgyhogy tényleg hosszú távon érdemes gondolkozni. Beszéljünk még a háttérzajokról, és hogy mennyire hangos a ventilátor. Hát nyilván egy LED panel esetében semennyire, mert nincs is benne ventilátor. A COB fényeknél már más a helyzet, van, ami hangosabb, van, ami kevésbé zavaró. A Nice Photonak a 3300 nagyon hangos tud lenni, de éppen azért, mert 300 wattos, és egy ilyen kis térbe, egy ilyen setupra bőven elég, ha ilyen 5-10%-on használjuk, ott viszont be sem kapcsol a ventilátor, úgyhogy ott sem lesz igazából zaj. Összegezve, hogyha nagyobb setup-pal mész, nyilván elvesztesz pár helyet, de például, hogyha C-standen fogod használni a COB nagy softboxos fényedet, a C-stand alá amúgy be is lehet rakni még pár dolgot tárolni. No, de beszéljük át az árakat, hogyha a COB-ra gondolunk, akkor mindenféleképpen a softbox árát és a C-stand árát ugyanúgy tegyük bele, ami eléggé megnöveli az összes költségvetésünket. Nagyjából egy olyan 300 ezer forint körül lehet, hogyha mindegyikből a megfelelőt megvesszük. Ezzel szemben, hogyha LED panellel megyünk, az olyan 100-150 ezer forint körül meg lehet venni, és ilyen pár tízezres költség egy olcsóbb állvány, és egy olcsóbb ilyen esernyő, vagy ernyő, nem esernyő, ugye? Valamint ugye, hogyha konkrétan erről a Nice Photos LED panelről van szó, akkor azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy RGB, tehát későbbiekben nagyon sok minden másra is fogjuk tudni használni. Egy szó, mint 100, csak akkor gondolkozz azon, hogy nem simán egy panelbe ruházol bele, hanem egy ilyen COB Lite-ba, hogyha van pénzed, és meg is fogod venni a megfelelő minőségű és szintű kiegészítőket is hozzá. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert tényleg ne csak az alapján hozzunk döntést, hogy melyik fény tetszik jobban, hanem pont a fentieket is, mint állvány, softbox, figyelembe kell venni. Szerintem egy jó COB-s fény egy softboxsal tényleg sokkal jobb, ahogy most is látod az arcomon, keylight-ra, vagy ilyen beszélő típusú videóban. Plusz, arról nem is beszélve, hogy egy úgynevezett Bowens Mount csatlakozó van benne, amivel ugye a softbox is csatlakozik rá, de ehhez nagyon sok más kiegészítő van, spotfények, be lehet rakni mindenféle ábrát, tehát sokkal több opciót tudsz kapni annak érdekében, hogy tud a fényt modifikálni, módosítani, és hogyha mondjuk ez olyan, ami neked fontos, és ilyenekkel szeretném foglalkozni, akkor biztos, hogy ez több opciót ad neked, mint a LED panel, de konkrétan mondjuk ez a Nice Photos, vagy általában a jó minőségű COB fények, nem RGB-k, mindenki maga el tudja dönteni. Összefoglalva,
lehet, hogy nem egyértelmű egy ilyen limitált helyszínen, hogy mit válaszunk, de szerintem mind a két irány egy nagyon jó befektetés, és hosszú távon meg lesz mindegyiknek az a hely, ahol fogjuk tudni használni. Ez a videó ennyi. Mindent a like gomb alatt a leírásban linkeket, termékeket be fogok tenni. Remélem, hogy segített ez a videó, hogyha igen, akkor lájkold, és hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor nyomj a feliratkozás gombra és a csengőre is, hogy ne maradjál le ilyen tech és tippek videók, amik ugye videózáshoz, kreatoros dolgokhoz kapcsolódnak, illetve elviszlek konkrétan olyan projektekre, forgatásokra, amikor én használom ezeket az eszközöket, és bemutatom, hogy hogy találom ki az adott dolgokat, hogyan veszem fel, hogyan editálom, színezés, hang, hangeffektek, minden ilyet. Úgyhogy ha ezek a dolgok érdekelnek, akkor mindenféleképpen nyomj rá a feliratkozás gombra. Minden esetre köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, itt voltál, remélem a következőben találkozunk. Szia!